A csoportkép sem hiányozhatott a várva várt testéről, amelyet a táncosok bevonulása nyitott meg. A nemzetközi verseny révén a városi már a 7. alkalommal lehetett a tánc ünnepének színtere. Ilyen szép verseny, ilyen szép előadásokat látunk, azt is látni kell, hogy mögötte az előadás, a bemutató, hogy a verseny mögött milyen hatalmas munka van, hisz bennünk két napra lehetett látni azt, hogy honnét indulnak azok a versenyzők, kisorúba és hol jutnak el, vagy a nagy esetben már megálljuk a profi szintre. A Kanizsa kupán 8 páros táncaiban gyönyörködhettek a nézők. A versenyzők között régi ismerősök is voltak, így Kis Violetta és Hegyes Bertalan, akik egy nappal korábban a 10 tánc világbajnokságon szerepeltek Ausztriában. Itt mindig annyira szurkolnak nekünk. Minden évben megnyertük a közönség díjat is, úgyhogy mi nagyon szeretünk itt versenyezni. Pluszban, ami Bercenek is az egyik kedvence, az az élő zene. Tehát nagyon szeretünk így a zenekarral együtt egy közös produkciót előadni. Igen, számomra nagyon fontos az élő zene. Igazából mostanában nagyon sok ilyen modern zenét játszanak, ami inkább ilyen elektronikus zene. Amikor van egy ilyen élő zene, élő hanggal, az szerintem mindig egy felejthetetlen élmény nyújt, legalábbis nekem. És ahogy Letti is mondta, a közönségét mindig hatalmasan tombol, nagyon jó, hogy van kinek táncolni, szóval mindig nagyon jól érzünk magunkat. A két-két körös elődöntőkben, majd az egykörös döntőkben latin és standard táncokat mutattak be a profi táncosok, akik arra törekedtek, hogy a mozdulatsorok minél bravúrosabbak, ugyanakkor hajszálpontosak legyenek. Ahogy a zenei világ változik, ezáltal változik, én úgy gondolom, a táncoknak a hangulata is egy biztos, egyre gyorsabbak a táncosok, egyre gyorsabbak a mozdulatok, egyre meglepőbbek. Hogyha a latin táncokról beszélünk. A standard táncoknál is tapasztalható ez a trend, amit a versenyzők mégsem engednek a zene és a mozdulatok közötti összhangrovására menni, már csak azért sem, mert erre a pontozó bírók, Pálinkó Lújza és Zsámboki Marcel is szigorúan figyeltek.